Európai viszonylatban még mindig a sereghajtók közé tartozunk a halfogyasztás terén, az elmúlt években ugyanakkor jó irányba indultak el a dolgok. Idehaza különösen igaz, hogy szezonálisan eszünk halat. A fogyasztás intenzív felfutása minden évben húsvét és karácsony körül jelentkezik. Egy 10 évvel ezelőtt még körülbelül 4 kg volt, de ezen sikerült több mint 2 kg felfelé tornászni, és most már 6,5-6,7 kg-nál járunk. Ennek egy része az feldolgozott, jelentős része egy nem Magyarország származó haltermék, ugye ez a piac is nyitott Magyarország irányába, és az életszínvonal növekedésével ez igen fontos piaci szereplővé vált. De azt lehet mondani, hogy az összhalhús fogyasztásnak, ha nem is egészen az 50%-a, de jelentős része erre az időszakra tehető. Az, hogy évközben nem fogy ennyi hal, elmondása szerint részben annak köszönhető, hogy sok helyen még mindig nehéz hozzájutni. Nem minden boltban lehet friss áruval találkozni. A halfogyasztás növekedése egyik okaként pedig a szakember azt nevezte meg, hogy míg az egyéb húsféleségek drágultak az elmúlt időszakban, a hal ára nem emelkedett. Népszerűség terén egyértelmű sorrend látszik a halfajokat illetően. Mi Magyarországon azt tudom elmondani, hogy pontcentrikusak vagyunk, hiszen a magyarországi halastavakból legnagyobb részt 70-75%-ban a pontyot tenyésztik, illetve termelik. Emellett nagyon kedvelt, de hát talán egy picit nehezebben megfizethető a különböző ragadozó halak, itt elsősorban a folyami harcsára és a fogassülőre gondolok. A magyar halfogyasztás további bővülését különféle népszerűsítő kampányok szolgálják. Ezek egyrészt reklámok, kiadványok segítségével, másrészt különböző haltermékek nagy rendezvényeken történő reklámozásával próbálják minél több emberrel megismertetni. A hal nagyon jó hatással van az egészségre. Tele van ugyanis a szervezetünk számára nélkülözhetetlen zsírsavakkal és vitaminokkal, emellett könnyen emészthető és fontos fehérjeforrás. Csökkenti továbbá a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.